Szevasztok srácok, Csipi vagyok, itt van Alex, és folytatjuk ma tovább a draft sorozatunkat. De! De! Itt van. Amúgy ma van a születésnapom, de ezt sokkal később fogjátok csak látni. Most a draft az hanyadik résznél tart, olyan 100... Nem, olyan 100... 120-valamennyi. Az YouTube-on? Ja, ott 122 van most, április 19-én. Ma van április 19-én, és ma a 122-es rész ment föl, de amúgy az a 146-os rész. Ja. Vagy a 147-es lesz. Szerintem a 146-os lesz. Úgyhogy legalább egy 3 hét múlva fogjátok csak ezt a draftot látni. Úgyhogy jöhetnek a kommentek, hogy boldog szülinapot, meg a többi. Na mindegy, nézzük meg, hogy milyen 3 meccsen vagyunk túl. Egyébként rohadt nehéz volt ez a draft. Tehát mindegyik meccsen az ellenfél vezetett. Volt, ahol már 3 góllal is, nem? Vagy 2-vel biztos. Az első meccsen 4-2-re vezetett az ellenfél, és már csak 20 perc volt hátra. Mind a 3 meccs nagyon nehéz volt. Volt egy magyar srác, nem? Nem tudom, nem biztos, hogy ja, ez a Patrik, az lehet nem magyar volt. 4-2 az ellenfél. Az volt a hosszabbítás most volt a 4-2. Igen, 6-3 meg 3-0 vezetett. 6-3-nál meg 3-0-ra vezetett az ellenfél. Az első fél idő végén, és onnan kellett megfojtani végül hosszabbításba azt is. Nem? A csapat, hát balra Dybala elől Messi, Bél, ugye... Hát igen, a védelem nem a legjobb, meg Enzonz is egy nagy szem. Igen, beszokott jönni ugye a Martinez, illetve Neymar is beszokott állni. Plusz Mbappé Bél helyett, hogyha úgy van. De Neymar általában nyerő ember szokott lenni, mint szuper szóval a második fél időben, úgyhogy nézzünk egy ellenfelet. De, hát nem. Na itt van a izé. Most is megyem úgy, csak szólok. Itt az ellenfél csapata. Van neki ott egy CF. Olyan Dybala. Olyan sok játékos, ahogy nincs most menni, de egy egyszer a csapat. Amúgy tényleg, ez vagy csaló lesz. Meglátjuk. Na, meglátjuk, hogy játszik. De tudod, ez PSG mezes, ilyen az előző PSG mezes miatt itt. Aki szarmes szint rászott, aztán kiléptünk inkább. Nem is értem, hogyha sötétem ezzel, átváltozta fejére, akkor fasznak váltott utána ő is a világosra, nem? Messze egy csavarás, ott az első gól rögtön a második percben, a harmadikban. Nagyon szép volt. Nézzük meg. Csinálj most már valami Ronaldo-s gólt, nem tudok miket kivágni az indexkép, meg tudod, ezt minden meccsen elmondom, de soha nem csinálod meg. De hát mindig elmondom. Aztán ott állok az a videóvágásnál, és lófasz nem tudok bevágni. Úgyhogy valami normális gólt, mert csinálj most már. Azt hittem, amikor kifutsz a kameráshoz, most könnyű belevágni. Na gyerünk Messi. Na Messi, ott marad nála. És a végén szerelik. Dybala, TF Dybala. Béla. Ugye már nagyon várom a nyáron a világbajnokságot. Egy hónap csak foci, minden nap 3-4 meccs, milyen jó lesz, mi? Upp, elengedte a védő, hát ezt be kell lőni. Szép, Messi második, és kirohan Messi a... Mondom, kirohan Messi. Shit. Na jó, van, hát erről ennyit. Hamar megunta az ellenfél, jó rövid draft. Lett 2-0-nál kirédzselt. Hafamhok. Két. Lövésben két gól. Hát tudtuk, hogy csaló lesz, azt mondja Alex, de amúgy tudtuk, hogy csaló lesz. Azt mondja, 5-4-4-2-6-3, és ugye a 2-0 ez volt a legkönnyebb mérkőzés, gyakorlatilag a másik elmaz nagyon nehéz volt, hogyha nézzük, hogy mit dob. Azt a legszarabbat. Igen. De ebből nem fog lófasra jönni, ezt most megmondom, csak hogy tudd. Úristen, 75-ös játékos benne a Rare. Hova szarjak?
Ez tűnapon van? Kinyitottam ezt a két fospakkot? Vagy csak az egyiket? És Figyeld, akkor fogok rányomni, amikor egy izé fog belejönni egy walkout. Érezted? Na? Ez nem jött össze. Basta, Costa. Ó. Ebből ez írja a legtöbbet gyakorlatilag. Nézd meg, hogy mennyibe kell a belga. Na, mennyit a mondokat, ott most szűnnepes vagyok? Á, nem, csak vicceltem, nyissad. Orral? Nose pack. Hoppá. Foskáltam. Igen, hát nem. Hát walkout nincs, de... Egy board a nose... Nose packból. Hát szerbi. Jó. Ez meg kuka. Na srácok, ennyi lett van ez a szülinapi draft. Jó rövidre sikerült. A pakok már megint a legszorabb variációt adták be. Na jó, most legalább volt egy board, de hát így is gyötrelmesen szar lett, úgyhogy ennyit a mai draftról. Ha tetszett, azért dobd rá egy lájkot, Alex, játszott, Csipi voltam, szevasztok! Szevasztok!